Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A mai videóban a testmozgás és leginkább a sportolásnak a fontosságáról szeretnék egy kicsikét beszélni, mert hát akárhogy is nézzük, ez Magyarországon, illetve általában a nyugati társadalmakban azért ez egy igencsak népegészségügyi probléma. Magyarországon is az emberek jelentős része igencsak mozgásszegény életmódot folytat különböző okokból kifolyólag, de azt azért nagy általánosságban el lehet mondani, hogy az emberek nagyon nagy része küzdjön akármiféle betegséggel, vagy akármiféle alapállapottal, igenis alkalmas arra, hogy valamiféle testmozgás végezzen. De mégis nagyon sokszor mindenféle kifogások mögé bújunk, ilyen-olyan-amolyan ízületi fájdalmakra, munkára, egyéb életmódbeli tényezőkre, elhízásra, bármire fogjuk azt, hogy miért is nem indulunk neki sportolni. Fáradtak vagyunk, kimerültek vagyunk, stb. Stb. Kifogást nyilván mindenképpen lehet találni, hogyha az ember azt keresi, de én a megoldásoknak a híve vagyok, és azt szorgalmazom, hogy ti is inkább a megoldást próbáljátok megtalálni arra, hogy miért is mozogjatok többet. És most ez a kijelentés nyilván nem az ultramaratonistáknak szól. Ugye az egészséges testmozgás az nagyon-nagyon sok szempontból nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jó legyen a közérzetünk, illetve ahhoz, hogy a szervezetünket a megfelelő egészségi állapotban tartsuk. A testmozgás az kihat nem csak a testi, hanem a pszichés egészségünkre is, és egy kicsit szeretném bemutatni azt, illetve elmagyarázni azt, hogy pontosan milyen egészségügyi hatásai is vannak. A testmozgás az nagyon fontos, a sportolás nagyon fontos ahhoz, hogy az izmaink, az ízületek, a csontok hosszú éveken keresztül megőrizzék a megfelelő kondíciójukat, állapotukat. Ugyanis, hogyha keveset mozgunk, az izmok leépülnek, hogyha leépülnek az izmok, akkor a mindennapi mozgás által okozott terhelést az sokkal inkább az ízületek fogják viselni, ami fokozott ízületi kopáshoz vezethet, illetve hogyha nem mozgunk eleget, akkor a csontok mennyisége is csökkenni fog, és korai csontritkulás alakulhat ki, amit utána már nagyon-nagyon nehéz visszafordítani, sokszor gyógyszerekkel is igazából csak karban tartani, szinten tartani tudjuk, hogy ne romoljon tovább. Úgyhogy a sportolás a csontritkulás megelőzés szempontjából is különösen fontos, de hogyha már kialakult a csontritkulás, akkor a megfelelő testmozgással szintén segíthet a gyógyszeres kezelés mellett a folyamatnak a visszafordításában és a csonttömegnek a növelésében. Ezért időskorban is javasolt az egészségi állapotnak megfelelő rendszeres testmozgás. Másik része, ami miatt nagyon fontos, az az immunrendszernek a működése. Bizonyított tény, hogy a rendszeres sportolás javítja az immunrendszernek a működését többféle mechanizmussal is. Itt az egyik legfontosabb mechanizmust azért elmondanám, mégpedig az, hogy ugye azért az emberek többsége igen csak krónikus stresszben él, akár munkahelyi, akár családi, akár egyéb problémák miatt. A krónikus stressz pedig egy kortizol nevű stressz hormon termel többek között, és a kortizol az egy olyan hormon, ami az immunrendszernek a működését csökkenti. Ezt egyébként a gyógyászatban, például autoimmunbetegségekben ugye ki is használjuk. Viszont ez a krónikus stressz nagyon-nagyon jól csökkenthető a rendszeres testmozgással, ugyanis a testmozgás az javítja a közérzetünket, úgynevezett boldogsághormon termeléshez, kortizol szint csökkenéshez vezet, ezáltal többek között ezáltal is az immunrendszerünknek a működése javul. Kimutatott tény az, hogy azok, akik rendszeresen mozognak, azok azért jóval kevesebbszer szednek össze mindenféle felső légúti, meg egyéb vírusos, bakteriális megbetegedést. Tehát az immunrendszerünk egészsége szempontjából is nagyon-nagyon fontos.
A másik része ugye a különféle kardiovaszkuláris, tehát szívérendszerű betegségek kialakulásának a kockázatának a csökkentése, ugyanis a testmozgással, sportolással folyamatosan edzünk, karban tartjuk a szívérendszerünket, emiatt csökken a szívinfarktus, agyvérzés, az érszűkület, egyéb szívérendszeri betegségek kialakulásának a kockázata. Másrészt ugye a kalóriák égetésével, meg az anyagcsere felpörgetésével a testsúlyunkat is jobban kordában tudjuk tartani. Ugye az elhízás is független rizikófaktora ezen betegségek kialakulásának. Ugye az immunrendszerünk megfelelő karbantartásával nem csak a betegségek, hanem a daganatos, nem csak a fertőző betegségek, hanem a daganatos megbetegedéseknek a kockázata is csökken. Ugyanis mindenkiben, éljen bármennyire egészséges életmódot, mindenkiben képződnek kóros sejtek, amik képesek daganatos elfajulást okozni. De az immunrendszerünknek van egy olyan harcosa, az úgynevezett természetes ölősejtek, amik felismerik ezeket a kóros sejteket, és még azelőtt elpusztítják, hogy egy daganatos betegség kialakulhatna. Tehát, hogyha az immunrendszerünket karbantartjuk, többek között sportolással, akkor azzal a daganatos betegségeknek a kialakulásának a kockázatát is csökkentjük. Ebbe a rövid videóba nem fér bele minden ok, amit érdemes a sportolás mellett felhozni, de szerintem ezzel a néhánnyal is már mindenki beláthatja, hogy a saját egészség érdekében az egyik legtöbb, amit tehet, az a rendszeres testmozgás, amit nyilván mindenkinek egyénre szabottan kell kialakítania, és szerintem a legfontosabb az, hogy olyan sportot válaszunk, amit élvezünk, amit szeretettel csinálunk. Tök mindegy, hogy most az futás, csapatsport, síelés, úszás, nem számít. A lényeg, hogy mozduljatok meg. Ne feledjétek, a ti egészségetek, a ti felelősségetek.